375. nap. Ma a legnagyobb hírek keletről érkeznek. Itt Avdívkától éjszakra az oroszok megpróbálták áttörni az ukrán védelmet és bekeríteni a védőket Novobakhmutivkában. Egy jelentős tankokból és páncélozott járművekből álló támadóegységet készítettek elő, eljutottak a kiinduló állásaikig, de amikor már készen álltak a rohamra, oldalról pusztító támadás érte őket, aminek köszönhetően teljesen szétverték az egységet. Legutóbb azt mondtam, hogy az oroszok úgy döntöttek, hogy az alacsonyabb taktikai értékű területre helyezik át a hangsúlyt, mert úgy tűnt, hogy az ukránok túlságosan keményen védik a nagy értékű állásokat. Azt is elmondtam, hogy a kezdeti sikerek ellenére az oroszokat gyorsan visszaszorították az autópálya felé. Miután több sikertelen kísérletet tettek arra, hogy visszafoglalják ezeket a pozíciókat, az oroszok rájöttek, hogy nem lesz olyan könnyű áttörni ugyanazt az ukrán védelmet, mert az ukránok már teljes mértékben erre a területre összpontosítanak. Ezért az oroszok úgy döntöttek, hogy kihasználják a Novo Bachmutivka körül a közelmúltban elért előretöréseiket, továbbfejlesztik sikereiket, és északról megtámadják Krasnohorivkát. Ha megnézzük a topográfiai térképet, láthatjuk, hogy ebből az irányból támadva lényegében azonos magasságban harcolnának, szemben azzal, hogy az alföldről próbálnák megrohamozni a dombokat. De ha az oroszok most végrehajtanák ezt a támadást, akkor hátba lőnék őket, mert az ukránok ellenőrzik nov nyugati részét és a körülötte lévő fasorokat. Az ukránok a falövekben tökéletes pozíciót foglalnak el az ilyen típusú támadások elhárítására. Ezért ahhoz, hogy folytatni tudják avdívka bekerítését, az oroszoknak a falu utolsó 30%-át kellett ellenőrzés alá vonni. A rendelkezésre álló februári felvételek alapján egyértelmű, hogy az oroszok ellenőrzik a Novoselivka és Novobakhmutivka közötti dombot. A következő logikus lépés az ukránok elfoglalására egy éjszakról kivitelezett támadás lenne. És az oroszok pontosan ezt próbálták megtenni. Előkészítettek egy nagy egységet, amely 5 tankból és 10 páncélozott járműből állt, gyorsan végigvonultak ezen a hatalmas fasoron, és megpróbálták az ukrán állásokat oldalról megtámadni. Az oroszok pehére úgy néz ki, hogy nem biztosították a saját szárnyaikat. Mint látható, az ukránok ellenőrzik az Alexandropil körüli dombokat. Az ezeken a dombokon lévő állásokból közvetlen rálátást nyílik mindenre, ami Novobakmutivka ezen oldalán történik. A geolokációs felvételek megerősítették, hogy az ukránok a felvonulás során kiszúrták az orosz támadó egységet. Az ukránok rendkívül gyorsan reagáltak és megtámadták ezt a csoportot, mielőtt azok felkészültek volna a támadásra. A videón látható, hogy az ukránok intenzív tüzérségi tüzet nyitottak. Az oroszok megpróbálták menteni a gyalogságukat azzal, hogy a páncélosaikkal egy vonalat hoztak létre a fák területe előtt, de ez nem sokat segített. A páncélosok gyorsan megsemmisültek, és az ukrán gyalogság behatolt a térségbe. Az oroszok állítólag három harckocsit és öt páncélozott járművet vesztettek, több tucatnyian meghaltak, fél tucatnyian pedig fogságba estek. Összességében az oroszok nagy hibát követtek el azzal, hogy túlzottan számítottak a ködre. A videó alapján ítélve a köd gátolta ugyan a vizuális ellenőrzést a terület felett, de nem volt túl sűrű, így a szárnyaik rendkívül sebezhetővé váltak. A kockázatos vállalkozás nem vált be, a mozgó gyorsan kiszúrta a drón, és az orosz támadó egységet nagyrészt megsemmisítették. Amennyiben hasznosnak találod a jelentésben elhangzottakat, segíts egy lájkal, Iratkozz fel a csatornára a jobb oldalon látható zászlóra kattintva, és oszd meg a jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a legközelebbi jelentésben.